Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV keddi híradója. Lezárult az első forduló, megnézte a zsűri a legszebb ponyhakertek versenyre nevezett kerteket. Bűnmegelőzés, megnyíltak az irodák a népszerű fürdőhelyeken, középiskolások segítik a rendőrök munkáját. Táborok. Kanizsán a horvát nyelvet gyakorolják és a hagyományokat ápolják, Obornakon a kütyüket mellőzik a gyerekek. Most pedig jöjjenek a részletek és további híreink. Tanuljon szakmát vagy másodszakmát, illetve szerezzen technikusi végzettséget. Szeptemberig lehet jelentkezni a Nagykanizsai Szakképzési Centrum ősszel induló ingyenes képzéseire. A mesterségeket a 25 évnél fiatalabbak nappali, az idősebbek vagy a munka mellett tanulók esti rendszerű felnőtt oktatásban tanulhatják. Azoknak a jelentkezését is várják, akiknek nem sikerül a felsőoktatási felvételéjük, a következőik pedig elsajátítanának egy szakmát. A szakképzéseken szinte az összes hiány szakma megtanulható, a felnőtt képzésben pedig tehergépkocsi és autóbuszvezető képesítés is szerezhető. A részletekről a Cserháti, a Túri és a Zsigmondi iskola honlapján lehet tájékozódni. A szakmakínálatunk olyan szakmákat tartalmaz Nagykanizsán, ami keresett szakmák, hiszen a 20 hiány szakmából 18 szakma megtalálható a képzési kínálatunkban. Természetesen azokra koncentrálunk ilyenkor, amelyek területéről nagy igény érkezik a munkáltatók részéről. Ilyenek az építőipari szakmák, a villanyszerelő szakma, a vendéglátós szakmák, ezeket mind hirdetjük ezeknek a keretében, és azokat célozzuk meg, azokat a gyerekeket célozzuk meg, akik 25 éves kor alatt még iskolarendszerben, iskolapadba belülve kívánnak akár egy másodszakmát szerezni, illetve akik az érettségi után a felvételi eljárás folyamatában nem kerülnek be a felsőoktatásba, és aztán szakmát szeretnének tanulni, vagy akik akár második szakmát ingyenesen nappali rendszerben kívánnak elsajátítani. Véget ért a kertszemlék első fordulója. Megnézte a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenyre benevezett 55 kanizsai kertet a helyi zsűri. Én nem tudom, hogy milyen lehet a talaj, ez 2 éve volt trágyázva, de meg kell karóznom a burgonyát. Salamon József a nem túl nagy terület minden négyzetméterét évről évre kihasználja, a növények többségét magról neveli. A versenyre már többször nevezett. Az első évben volt egy második, egy harmadik helyem, utána volt még egy második helyem, a következő évben volt egy első, és akkor mindig jött az ötlet, hogy még szebbé. Tavaly szintén egy első volt, egy országos, és akkor azt mondtam, még egy évet megpróbálok indulni. Ötleteket interneten, szóbeszédről gyűjtögettem, család segített ezekbe a dolgokba. Munkában nem kell, hogy segítsenek, mert ha jön a vőm, nem engedik neki hozzányúlni senkinek. Ez csak én. A 6 fős zsűri ma fejezte be a helyi szemle első fordulóját. Az ítészek 3 hét alatt 55 kertet, illetve birtokot látogattak végig. Azt állítottuk meg, hogy a kertek a nagy szárazság ellenére is, a kanizsai kertek ugyanolyan szebb, vagy ugyanolyan szépek, vagy talán még szebbek is, mint tavaly, hiszen nagyon sok új versenyző is jelentkezett a korábbi évekhez képest, és ez pozitív eredménynek tartjuk az elmúlt 4 év alapján, hogy elment a híre, úgy érezzük, hogy sok ember úgy van vele, hogy a saját kertjének a szépségét igyekszik bemutatni nem csak a szomszédjának, hanem az utcabelieknek, hanem a város széles nézőközönségének is. A szemle második fordulóját 2 hét múlva kezdik meg a zsűri tagok. Megnyíltak a bűnmegelőzési irodák a népszerű fürdőhelyek közelében, ezzel fokozódik a biztonság a Zala megyei kiemelt üdülővezetekben. Az irodákban középiskolás önkéntesek segítik a rendőrök munkáját, elsősorban a tájékoztatással, figyelemfelhívással, a strandolók parkoló gépkocsijainak ellenőrzésével, az értékek védelmével. Zalakaroson tegnap délelőtt nyílt meg az iroda. Minden rendben van. Diák önkéntesek járőröznek az zalakarosi fürdőben már a bűnmegelőzési iroda hivatalos megnyitása előtt. Többen közülük nem először vállalják a feladatot, pontosan tudják, mi az. Az értékükre figyelni legfőképpen, tehát hogy a táskájuk ne legyen szem előtt, legyen becipzározva, hanem cipzáros.
és hát ugye, hogy az értékeiket ne hagyják szem előtt, hogy mások ezt látják, és hogy el tudják venni. A hivatalos megnyitón Novák Ferenc polgármester kiemelte, Zalakaros átlag felett biztonságos város, ehhez jócskán hozzájárul a bűnmegelőzési iroda tevékenysége. 2005-ben nyílt meg először az iroda, azóta évről évre önkéntes diákok segítik a rendőrök munkáját az üdülő vendégek biztonsága érdekében a fürdőben és a városban. Az itt szolgálatot teljesítő gyerekek, illetve nekünk segítő gyerekeknek az az elsődleges feladatuk, hogy a fürdőző vendégek figyelmét felhívják arra, hogy szabadság ide vagy oda, azért az értékeikre bizony nekik is vigyázni kell. Természetesen ők is mindent megtesztek annak érdekében, hogy lehetőleg ne érjen senkit baleset idézőjelben. Nyaralás idején hajlamosak vagyunk könnyelműbben viselkedni, lazábban értelmezni értékeink biztonságának kérdését. Az iroda megnyitása előtt 2003-ban a fürdőben és az azt övező parkolóterületen szezonálisan 60-70 értékelleni bűncselekmény történt. 2005-ben, amikor megnyitottuk az irodánkat, az volt a célunk, hogy ezt valamilyen szinten tudjuk csökkenteni, és hát 2010-11-re elértünk odáig, hogy a bűncselekmények száma a nullához konvergált, tehát az iroda nyitvatartás ideje alatt a kollégáim és a diákok munkájának köszönhetően nem követnek el bűncselekményt. Értékeink biztonságáért persze saját magunk tehetünk a legtöbbet, például azzal is, hogy meghallgatjuk a bűnmegelőzési iroda egyenpólóban dolgozó ifjú önkénteseinek tanácsait, és meg is fogadjuk azokat. Minden gazdának rémálma a nyári betakarítás közbeni tűz. A földeken dolgozó gépek egyaránt veszélyforrások, de a tűzveszély a legfokozottabban a bálázókat és a kombájnokat fenyegeti. Az időszakra a tűzvédelmi előírások fokozott betartását kérik a szakemberek. Korábbi években az Zala megye területén is számos alkalommal vált tűzmarkalékává mezőgazdasági munkagép, távonálló gabona vagy akár mindkettő. Azonban az elmúlt években nagyobb odafigyelésnek, gondosságnak köszönhetően mondhatjuk, hogy minimálisra csökkent az ilyen jellegű tűzesetek száma, de a veszély folyamatosan a jövőben is fennáll. Éppen ezért az Alamegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a munkálatok megkezdése előtt és közben is a folyamatok, a következő előírásoknak a betartását és folyamatos fenntartását kéri a gondos gazdáktól. Fontos, hogy megfelelő számú és teljesítményű tűzoltókészülékekkel rendelkezzenek a járműveken, ugyanis egy tüzet még a kezdeti fázisban sokkal könnyebb eloltani, és éppen ebben az esetben lehet leginkább megelőzni a tűz továbbterjedését akár a betakarítandó terményre is. Fontos, hogy ellenőrizzék az erős munkagépek kipufogó vezetékeit, szikratő műszaki állapotát, figyeljenek arra, hogy az égető anyag ne kerüljön az említett alkatrészbe. Horvát hagyományőrzői zenei tábor kezdődött Kanizsán. A helyi horvát nemzetiségi önkormányzat szünidei programján kikapcsolódással, az ismeretek bővítésével, illetve játékos tanulással telik a hét. Én nagyon örülök ennek, hogy ilyen szép számmal eljöttetek. Évek óta megrendezik ezt a tábort a vakáció idején. A program célja idén is változatlan, a horvát hagyományok, a kultúra megismertetése, továbbvitele, valamint a horvát nyelv gyakorlása. Ami nekünk fontos, minél kisebb korba vonjuk be őket, annál hatékonyabb az egész oktatás-nevelés, többnyire alsós gyerekekről van szó, és különböző, a város különböző általános iskoláiból. Ami még plusz segítség nekünk, és örülünk annak, a nagy részének van horvát kötődése, tehát horvát gyökerekkel rendelkeznek, szülő, nagyszülő valamelyik horvát településről. A tábor hivatalos megnyitóját hétfőn tartották, majd rögtön el is kezdődött az első tanóra Proszenyák Zsolt István vezetésével. Azok a kis alapok, amikkel ma itt elindultunk, azok mindenképpen fontosak ahhoz, hogy egy kicsit a gyerekek jobban megismerjék a saját gyökereiket, azokat a zenei anyagokat majd itt a tábor során, amik én úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznosak lesznek azért, hogy talán felkeltsék bennük még jobban a horvátság iránti szeretetet, a horvátság iránti kötődésüket. A gyerekek hangszerekkel is ismerkednek a táborban, ezzel pedig azt szeretnék elérni a szervezők, hogy szeptemberben elindíthassák a 10 éve alapított nagykanizsai horvát tamburazenekar utánpótlás csapatát. A tábort az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Zala megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása támogatta. Újra benépesült és gyerekzsivajtól hangos az obornaki nyitni kékerdei tábor.
A Zalaerdő ZRT tavaly átadott szálláshelyén idén is több turnusban fogadják a természetkedvelő fiatalokat. Mindenki zöldet választott. Nagyon jó összejöttek a dolgok. A kézműves foglalkozás mindennapi program a táborban makarkötőket készítve a bőrművességgel ismerkedtek a gyerekek. A nagyrécsei Szili Gergő már negyedik alkalommal táborozik Obornakon, kedvenc elfoglaltsága a túrázás. Nekem nagyon tetszik, és most valami új is megtörtént, a megszokott útvonalat, amit eddig az években megjártunk, most éjszaka tettük meg. A programokat évről évre úgy alakítják, hogy a gyerekek minél közelebb kerüljenek a természethez, így megismerkedjenek az őket körülvevő növény- és állatvilággal. A táborban a mindennapokban használt technikai eszközök sem hiányoznak nekik. Igazából itt nincs is térerő, úgyhogy nehéz is a telefonokkal bármit csinálni. Esténként azért biztosítunk lehetőséget a telefonálásra, de keresgélni kell a térerőt. És utána a gyerekek önként elteszik a telefont, vagy odaadják nekünk, hogy vigyázzunk mi rá. A szálláshely környéke pályázati támogatása a korszerű játszótérrel bővült. Az új játékokat örömmel használják a táborozók, akik közé idén ugyancsak egy sikeres pályázatnak köszönhetően szlovén gyerekek is érkeztek. Most nézzük fontosabb híreinket újra, röviden. Lezárult az első forduló, megnézte a zsűri a legszebb ponyhakertek versenyre nevezett kerteket. Bűnmegelőzés. Megnyíltak az irodák a népszerű fürdőhelyeken, középiskolások segítik a rendőrök munkáját. Táborok. Kanizsán a horvát nyelvet gyakorolják és a hagyományokat ápolják, Obornakon a kütyüket mellőzik a gyerekek. A Kanizsa TV keddi híradóját látták, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. További szép estét kívánok, viszontlátásra!